Az amerikai útunk első részében láthattátok a megérkezésünket Orlandóba, és ahogyan ellátogatunk egy ottani közönség találkozóra. Jutott időnk még egy napot eltölteni a SeaWorld-ben is, ami egy hatalmas élménypark tele víziállatokkal. A jobb fenti sarokban találsz egy kártyát, ahol ezt megnézheted. És hogy mi fog történni a második részben? Szerintem itt az ideje ezt is kideríteni. Gyönyörű szép jó reggeltet mindenkinek! A heti vlognak a második részét láthatjátok most. Egy kicsit változott a terv, ugyanis nem megyünk sajnos Miami-ba. Micsoda izmok vannak ott. Hanem el fogunk menni... Segíts már! Hú, baszki! Windows shutdown. Benny leshutdownolta magát, úgyhogy vágjunk is bele a túránkba! Hozz kártyát, te cseléd! Miért nem megyünk ma a NASA-hoz, Zsolti? Azért, mert 6 óra lenne körbejárni, 3 óra oda-vissza az út, és még a benti transport, mivel ugye nem megközelíthető autóval, még további másfél óra lenne. És mit fogunk csinálni helyette? Elmegyünk az Epcotba, a Disney-nek az egyik stúdiójába, ahol egyébként 10 országban kicsinyített másra meg elkészítve. Úgyhogy bejárjuk egy nap alatt a földet. Akkor jó, akkor kárpótolva lettünk. Nos, megérkeztünk a Disney World-be. Itt kicsit körbenézünk, nekem nagyon-nagyon sok gyerekkori mesém van, amit nagyon-nagyon szeretek a mai napig. Kíváncsiak, hogy melyikeket fogom felismerni ittben, kíváncsiak, hogy mik lesznek. Egyet viszont már megbeszéltünk, hogyha találunk egy Mickey maszkot, akkor azt megtáncoltatjuk már. Take your wand. És meg is van az első problémánk, ugyanis van egy ember, aki nem mehetett be egyelőre a biztonsági ellenőrzésen, mert nálam volt ez, és drónt nem vihetek be sajnos, úgyhogy vissza kell csinálnom az autót, többiek persze most várnak rám, úgyhogy gyors szaladás. Vissza. Ezt az első részben a heti vlognak nem mondtam egyébként, de nagyon-nagyon sok törvény és szabály van Amerikában, ami például Európában nincsen, és sokkal-sokkal szigorúabban veszik ezeket. Nyilván valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy ezért van nagyobb rend, mint például nálunk otthon, sokkal fegyelmezettebb mindenki, de úgy gondolom, hogy szerintem ez is egy hozzáállás a dolgoknak, hogy nézd ott egy metró visz be a Disney Parkba, hogy szerintem ez is egy olyan hozzáállás, hogy igazából csak meg kell szokni. Összességében tényleg sokkal nagyobb rend van itt, szerintem, mint mondjuk Európán belül. Vagyis hát a legtöbb helyen, ahol én jártam. Talán még egyébként Dubajjal tudnám összehasonlítani, hogy ott is azért fegyelem van, és tisztaság, és rendezett minden. Amerikát összehasonlítani Dubajjal. Menjünk már! Benny, tudod, hogy az Azték templomokban ezek a lépcsőkön mit csináltak? Hát felmentek. Felfutottak. És valakinek kitépték a szívét. Ó, hát de most szerencsére nem kell ilyet csinálni, ugye? Dehogy nem. Ahogy Zsolti az elején mondta, tényleg olyan volt ez az egész, mintha az országokat lemásolták volna. Azonban minden országhoz hozzákevertek egy-egy mesehőst, vagy valamilyen rajzfilm figurát. Számomra ez egy rettentő kreatív ötlet volt, ugyanis hétvégente, hogyha a családdal valamilyen programot szerveznénk, biztos, hogy egyszerre érdekes a felnőtteknek és a fiataloknak is. És ha már itt vagyunk a japán részlegben, akkor most valószínűleg meg fogunk ebédelni, eszünk egy jó sushit. Én egyébként otthon egyre többet eszek sushit, nem tudom miért, de régen abszolút nem, de egyre jobban rászoktam, úgyhogy ez biztos jól fog most esni. És utána folytatjuk az utunkat. Hello, gyerekek! Nos, most, hogy leszakad a lábam, kajáltunk egy nagyon-nagyon finomat, és majd körbenézünk gyorsan, elmeteg 4 ország maradt hátra, azokat megnézzük, és utána visszamegyünk valószínűleg a szállásra, nyitva van a táskám, visszamegyünk a szállásra, és megnézzük, hogy még az este folyamán mit fogunk csinálni, mert egyelőre még mi sem tudjuk. Miután a Disneyland-el végeztünk, eljött a vacsora ideje, ami nem volt más, mint igazi amerikai csirkeszám. És amit láthatjátok az étlapon, de is van jelölve az, hogy ki tud választani, hogy pontosan mennyire csípősen szeretnéd te a csirkeszányodat. Van egyébként egy Atomic nevezetű csirkeszány. Soha nem fogom tudni átadni nektek azt a jó hangulatot, amiben ez a vacsora igazából telt. Csípős csirkeszányok, egy hideg sör, amerikai foci a tévén, egyszerűen felejthetetlen volt számomra.
Időközben másnap van, és egyszerűen nem tudom megszokni ezt a kilátást. Úgy néz ki egyébként, hogy a mai nap folyamán a Universal Stúdióba fogunk menni. Ezen kívül Beninek vagy egy mondani valója, ami nem más, mint hogy hol a k***ben van a kávé, meg. Itt az idő, hogy elindulunk a Universal Stúdióba, mivel nagyon sok hullámvasút lesz, illetve egy elég nagy élményparkba megyünk, ezért telefont viszek meg én magammal. Kezdek rászokni erre a dologra egyébként, erre a telefonos logolásra. Jó a stabilizátorod, kedvesem! Most bejöttünk a Universal Stúdióba, és ezt úgy kell elképzelnetek, hogy be vannak osztva például a rollercoaster, a hullámvasutak, nem tehát a magyar szót, a hullámvasutak különböző témakörre, van pókember, van Hulk, van stb. Illetve ami engem még nagyon érdekel, az állítok, ami nagyon durva, az a Harry Potternek az újraalkotott kastélya, ahol szintén vannak benne ilyen dolgok, úgyhogy most kicsit itt körbenézünk, és jól érezzük magunkat. Meg is volt az első problémánk, hogy be kellett zárnunk a telefonjainkat, illetve a kamerákat, ugyanis nem vihettük őket fel a hullámvasútra, ami valamilyen szinten érthető is. Nem, igazából teljesen érthető. Én még soha nem ültem hullámvasúton, de gyerekek, ez nagyon durva. Mindig is tudtam, hogy erre vágysz. Itt is annyira életűen voltak újraalkotva a filmek, hogy teljesen gyereknek éreztem magamat. Ez a park egy teljesen következő szint volt, rettentő jó élményekkel, és ezt most láthatjátok is. És ekkor jött a Harry Potter stúdió, ami az összeset felülmúlta. Egyszerűen ez az egész park, mintha életre keltek volna a filmek. És időközben ugrottunk elég sok órát az időben. Ma fogunk este hazarepülni, de előtte még úgy döntöttünk, hogy elmegyünk vásárolni egyet. Állítólag nagyon-nagyon-nagyon sok új cuccot lehet találni. Nagyon-nagyon, hát viszonylag olcsóbban, mint otthon. Úgyhogy én kicsit gondban is vagyok egyébként a bőröndel, hogyha valószínűleg Benihez fogom, de valószínűleg Benihez fogom bepakolni a cuccokat. De most lesz egy olyan körülbelül 4-5 óránk, hogy vásároljunk, és utána megyünk majd a reptérre. Arra rájöttem, hogy a hazafele utat a reptérre még soha nem vettem fel, egyik heti blogba se, úgyhogy valószínűleg azzal fogjuk zárni ezt a videót. I've been having trouble sleeping. Lassan kezdünk végezni a vásárlással. Nagyon durva, hogy azok a dolgok, amik otthon viszonylag elég, hát nem mondom azt, hogy drágák, de magasabb áron vannak, azok itt tök normális áron megkaphatóak. Úgyhogy este 8-kor megy a gépünk, úgyhogy teleportáljunk a reptérre. Ha pontozni kéne az utazásunkat, akkor 10-ből 9 pontot adnék, és azért nem 10-et, mert 10-et soha nem adok. Számomra Amerika a kedves, nyugodt, ám szorgalmas mentalitásával teljesen bevette magát a szívembe. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat a srácokkal, és biztos vagyok benne, hogy még idén vissza fogok jönni erre a kontinensre. Én például soha nem utazok egyedül, és ez nem véletlen. Az oké, hogy egy helyszínnek a szépség és a hangulata hozzá tud tenni ahhoz, hogy jól érezd magad, de az, hogy a megfelelő társasággal mentek el valahova, mindig-mindig sokkal jobb opció. Rájöttem arra, hogy miért nincsenek hazafele vágóképek a repülőről, ugyanis általában nagyon-nagyon fáradtan érek mindig haza, és ez most is így van, egy órát aludtunk összvisz, és 6 vagy 7 óra eltolódásban vagyunk összesen, szóval összességében vegyük úgy, hogy az egész éjszak alatt nem aludtunk semmit. Mit vagyunk jelenleg a frankfurti reptéren, és innen fogunk még hazamenni most, ami körülbelül egy 2 óra lesz, és arra gondoltam, hogy lezárom a vlogot. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy megnéztétek. A Postforrentnek külön köszönöm, hogy lehetőségünk volt ezt a hetet így eltölteni. Nagyon-nagyon durva hetünk volt, és nagyon-nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy köszönjük nekik még egyszer. És hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor fontoljátok meg, hogy feliratkoztok-e. Amint tudjátok, már tudva minden nap van egy videó, úgyhogy esetleg még egy lájkot, hogyha dobtak, azt megköszönöm. Találkozunk a következő videóban, vagy a következő heti vlogban. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok! In another year, I'll be waiting here, so you can figure it out. In another life, you were satisfied, always running around.